Tudod, hogy mit csökkentettek június 1-én? Nem. Élelmiszerek árát? Áfáját. Június 1-én? Hát a tibia, az áfa. Zárakat. 24% volt 9%. Az áfát? Igen. Tudja-e, hogy mit csökkentettek június 1-én? Azt, hogy áfát? Nem tudom, mert gyakorlatilag. Az áfát 9%-ra, nem tudom, hány százalékra 9%-ra. Az alapélelmiszereknek az áfáját. Az áfát. Miért élet? Áfát. Áfát. Igen, pontosan. Olvastam. Június 1-től. Gondolkozok, hogy a kő olyan? Nem tudom. Nem, az élelmiszerek áfája. 24-ről 9-en. És hogy tapasztaltál ezt a változást? Például olcsóbb lett az élelmiszer? Nem tapasztaltam az igazság, még nem. Nem követtem. Igen, tapasztaltál-e, hogy mondjuk olcsóbb a jelenszer? Nem vettem észre, hogy sem. Én nem én szoktam vásárolni a feleségem, de biztos. Gondolom. Tegnap vettem gormanzola sajtot, és végül egy lejjel olcsóbb volt az előre. Hát még nem kerültem sót, tapasztaltam. Nem figyeltem fel rá. Olcsóbb lesz az élelmiszer, vagy lett már június 1-től? Ezt tapasztalta olyan? Nem. Abszolút? Nem tudom. Még nem. Nem igazán. Miért nem szoktál vásárolni? Nem nagyon szoktam vásárolni. Még nem. Talán igen, a menü olcsóbb lett 15 lejjel, 12 lejjel, 60-ban lejjel, valami ilyesmi. Még nem. Illetve hát láttam, csak nem vásároltam még olyan termékeket. Még nem voltam úgy bevásárolni, de ma megyek, úgyhogy ma meglátom. Igen, persze. Vásárláskor mindenképpen 20-30-ban itt a lőcsökös. Még nem. Miért? Még nem jártam a Kaufhof-ra.